ország egyik legszebb stúdiójában vitatjuk meg a közélet mindenkit érintő kérdéseit. Kapcsoljon a megújult Echo TV-re. Echo, a nemzet hangja. Jó estét kívánok, háttérkép Boros Imrével és Bogár Lászlóval. És az elkövetkezendő két adás, a mostani meg a jövő heti, az ilyen tematikus adás lesz. Szoktunk mi már ilyet csinálni. Egy-egy témát fogunk meglehetősen alaposan végigvenni. Ja, sziasztok! Elfelejtettem köszönni. És a mai témánk az a pénz lesz. Pénz. Nagy misztérium. Nagy misztérium, nagy csoda, nagy bűnöző, ez mind a pénz. És nekem akárhányszor fölmerül a pénz ilyen összefüggésben, kicsit filozófikusabban azon túl, hogy a közértbe ki kell fizetni a cehet. Amit nekem, mérhetetlen sajnálsz, ugye? Igen, akkor mindig konzekvensen évtizedek óta a pénzről nekem Adi híres hírhet kötete, a mi urunk a pénz, és ugye annak egyik emblematikus költeménye, a disznófejű nagyúr, az, ami elsőként beugrik. Ugyebár, hogy is van, azt mondja, hogy megöl a disznófejű nagyúr. Éreztem, megöl, ha hagyom. Vigyorgott rám, s meretten ült az aranyon, éreztem, megöl, ha hagyom. Sertés testét, az undokot én símogattam, ő nevetett. Nézd meg, ki vagyok, súgtam, nék is meglékeltem a fejemet, agyamba nézett, és nevetett. Nem mondom végig az egész verset, de meglehetősen plasztikus a kép. Ugye, Adi zseni volt, egy morál insanity volt, és zseni. A pénzhez fűződő viszonya különösen izgalmas volt. Itt látszott leginkább az, hogy morál insanity. Tehát mondjuk, amikor Tiszát a kor viszonyai között elküldte az anyjába, ez egy kicsit sem akadályozta meg abban, hogy néhány nap múlva hosszú udvarias levélben pénzt kérjen tőle, hogy el tudjon utazni Párizsba. Tisza pedig, aki egy, mégiscsak egy magyar úr volt és egy kifogástalan úriember, grandiózusan pénzt küldött Adi Endrének, hogy el tudjon utazni Párizsba. Ahol esetleg itt mocskoló verseket írogat. Szóval... Adi viszonya a pénzhez meglehetősen különös, de azt kell mondjam, hogy a világ viszonya a pénzhez is meglehetősen különös, és nem tudom, hogy mióta ilyen különös ez a viszony. Attól a pillanattól kezdve, hogy a szeretve tisztelt föníciaiak föltalálták ezt a nagyszerű dolgot, vagy azért el kellett tennie egy kis időnek ahhoz, hogy az ember és a pénz viszonya olyanná váljon, amilyenné vált. És azt is szeretném, hogyha ma sikerülne szót ejteni róla, hogy milyen is ez a viszony valójában. Szerintem azon érdemes lenne mindjárt nulladik napi rendi pont, kezdtem már is adom az Imrének a szót elgondolkodni, hogy egyáltalán miért jött létre a pénz. Mert ugye, ha annyian átkozzák, akkor akár azt is feltételezhetnénk, hogy nem feltétlenül, vannak is ilyen elméletek, amelyek szerint nem is feltétlenül volna szükség pénzre. Ugye a pénz egy közvetítő elem, és azért jött létre, mert a csere, ami persze sokkal régébb keletű, mint a pénzgazdálkodás, az hát meglehetősen bonyolult volt akkor, amikor ugye valakinek valamiből töblete volt, feleslege volt, azt szerette volna elcserélni, és szüksége volt valamire. De akkor keresni kellett a vásárokat, nyilván már sok ezer évvel ezelőtt is azért hozták létre, mert az legalább valami olyan érintkezési felület volt, ahol találkozhatott a kereslet és a kínálat, és a közvetlen csere könnyebben lebonyolódhat. Mert egyébként hosszú vándorútra kellett volna indulni, hogy találjak egy olyan embert, akinek pont arra van szüksége, akinek nekem van, amiből nekem van feleslege, és fordítva, neki abból van több, amire meg nekem van szüksége. A pénz abban segít, hogy ketté bontja ezt a folyamatot, tehát először én, amiből feleslegem van, azt elcserélem egy általános egyenértékesre, amit, és ez a dolog lényege, amit mindenki elfogad,
mindenért cserébe, és aztán amikor majd megtalálom azt a szükségletem tárgyát, akkor ezt a mindenki által elcserélhető általános egyenértékessel fizetek. Látszólag ez ketté bontja a cserét, és bonyolultabb lesz tőle, de mégis ez az egyszerűbb, mármint a kivitelezhetőség szempontjából. Csak az a probléma, és akkor ezzel be is fejezem, hogy ezzel viszont maga a pénz, ami nyilván egy semleges közvetítő eszköz, tehát semmiféle hatalmi szerepe itt még nincs és nem is lehet, de azáltal, hogy ki birtokolja, ki ellenőrzi magát azt a folyamatot, ahol ezt az általános egyenértékest mindenki elfogadja, mert ez egy óriási hatalom. Tehát az, hogy a közösség minden tagja természetesnek tekinti, hogy van valami, amit teljesen függetlenül a konkrét megjelenésétől, mert a Óceániában ez mondjuk színes kagyló, meg madártollak voltak, aztán hosszú évezredeken keresztül jutott el az aranyig, de az egy óriási hatalom egy közösségen belül, hogy mindenki úgy tekint valamire, mint mindenféle, mint amiben, hogy minden áru szimbólumává válik. És ezt értelemszerűen felismerik azok a társadalmi csoportok, amelyek hatalmat kívánnak gyakorolni más társadalmi csoportok felett, és kisajátítják a pénzt a közvetítő felett való rendelkezés, és ezért lesz fegyver, hatalomfegyver a pénzből. Na, mindjárt végig is megyünk, és Imre majd elkezdi szakszerűen, csak egy mondat erejéig itt maradva. Ugyebár említetted, az a pénz lényege, hogy ne mondjam, attribútuma, hogy mindenki elismeri egyöntetűen, hogy a pénz valami. Hát csak ettől tud működni. Mindenki elismeri, hogy a pénz az nem a gazdák, hogy okosamból a kis papír fecnik, hanem valamiféle érték hordozója. És időről időre megtörténik az, hogy ez a mindenki által elismertség, ez ha csak rövid időre is, de megszűnik. Ugye például a hiperinflációs időszakok. Mert akkor viszont senki nem ismeri. Igen, amikor mondjuk kiadták itthon a 200 ezer milliárd millpengős bankjegyeket, azt már pont mindenki szart rá, és újra elérkezett az a pillanat, hogy csere. Tojást adtam kenyérért, a pénzt meg söprögették az utcán. Tehát vannak ilyen időszakok, csak hogy, mert ez mutatja, hogy időnként így lehull az állat. Igen. Én nagyon örülök, hogy Adival kezdted, mert ugye gyakorlatilag a pénzben, mint jelenségben, és Adi életvitelében a pénzzel kapcsolatos összes társadalmi szenny megtestesül. Van egy mondás, ami azt mondja, hogy a pénz nem boldog. Itt van egy másik is, amit kevesebben, hogy mondjam, szoktak használni, az elmondom, de hiánya rendkívül boldogtalanná tesz. Ugye? Na most én a technikát a Laci elmondta nagyjából, hogy hogyan indult az egész, tehát a csere folyamat, a társadalmi munka, társadalmakon belül munkamegosztás egyre bonyolultabbá válik, és egyre inkább igényli azt, hogy valami eszköz közbe álljon, amit időnként meg lehet szerezni, és senki nem vonja róla kétségbe, hogy az értéket képvisel, adják, veszik jobbra, balra. Én egy másik vonulatra ülnék rá, ez pedig a pénz és a hatalomnak a dinamikája. Azt lehet tapasztalni az emberiség történetében, a teljes világ mindenütt, de Európára menjünk rá, ott jobban ismerjük a pályát, ugye ne menjünk óceániáig, mert a franc tudja, hogy pontosan ott mi volt, hogy ahomikor szervezett közösség létrejön, lehet ez állam, nemzetállam, bármi, aminek a tetején valami fajta elit áll, mondjuk egy király, egy fejdelm, akármi, abba a szent pillanatba a pénz fölötti rendelkezést, mint hatalmi eszköz fölötti rendelkezést a kezébe veszi. Ezzel vagy a társadalom érdekében él, vagy szélsőséges esetében csak és kizárólag a saját hatalmi érdekeinek. Bocsánat, de mindenféleképpen ellenőrzi a csere mechanizmusát. Ez a társadalmi értelmi. Csere mechanizmusának ellenőrzése most, annak a kezében úgy van. A társadalom érdekében irányítja a pénzt, és ezt a monopólium úgy gyakorolja, akkor a történelem ezekről az emberekről, uralkodókról, bárkiről, mint nagy emberről szokott megemlékezni, ha nem, akkor meg nem annyira nagy ember. Magyar történelem tele van ilyen történetekkel, ugye? Hogy akik jó pénzt csináltak, mint Károly Róbert, az Anzsuk, hát azok ugye elég jó, stabil uralkodók voltak. Akik pénzrontásban jeleskedtek, mint második Lajos mögötti szerencse Imrés
Spanyolországból importált Szerencsés Imre, ott pedig, hát enyhén szólva, az állam hatalom is porladodott szana meg szét, aztán később, amikor már a pénz maga testiségében nem képvisel értéket, csak a társadalom hite van meg a pénz mögött. Bocsánat, hit és hitel, krédó és kredit, így van. A latinban, az szépen az is gyakorlatilag nagy eredményeket produkált. Én itt a 48-49-es forradalmi szabadságharc idejére gondolok, amikor is ugye a kenyértörésre került a sor a Habsburgokkal, és hadseregre volt szükség, mert jött a Jelasics, a gyáva, ugye? És hát Kossuth, aki egyébként vélhetően sokkal jobb pénzügyér volt, mint amennyire eredményes forradalmás, ebben nem menjünk bele, mert ez messze vezet, de nekem ez a véleményem. Ő megfinanszírozott egy 200 ezer fős hadsereget pénzkibocsátással, és amögött a pénz mögött egyre inkább nem volt semmi anyagilag kézzel fogható, de a nép elfogadta, mert megvolt a hite. Megvolt a hite. Na, bocsánat, akkor... nem csak a hite volt meg, hanem a teljesítménye is, mert ha most egy nagyon tudjuk, ugye Hitlerről többször beszéltünk, Hitler is megpróbálta a kezébe venni a pénzkibocsátás jogát, és azért működött a dolog, mert a német társadalom mögött ott volt az a teljesítmény. Tehát a plusz pénzkibocsátásnak az volt az igazi fedezete. Na most akkor ugye mehetünk az ügybe előre, és akkor lórugarásokba, mert nagyon kevés idő. Ez egy adás, az kiskutya füle, erre egy egyetemi előadás sorozat szükségeltetik, hogy a pénz, a hatalom hogyan válik egyből a hatalom részéről birodalom létrehozási eszközzé. És akkor ne is menjünk el mindenen végig, hanem csak a nagyon fontosabb dolgokon. Először is ugye országos szinten mindenki azt hiszi, hogy Angliába vették a pénzt először kézbe, és az uralkodó ott emelte ezt ilyen magasság. Nem, Svédországba. Vegyük tudomás, a svédek a nagy legények voltak annak idején a történelemben, mindenkivel hadakoztak, ugye jobbra, balra, idő, de az oroszok elkenték a szájukat rendesen, és akkor jöttek rá, hogy hoppá, 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 azért a király meg az ország az nem egészen ugyanaz, szét kell választani, és akkor létrehoztak egy olyan központi intézetet, aki ezzel foglalkozik. Svéd Riksbank, Riksreiks, ugye ott még birodalomról beszéltek. Egyrészt, másrészt az állam adósságát keretek közé szorították, a parlament beszéltet róla, de ezt felejtsük el. Vegyük Angliát, mert az aztán az első abszolút tipikus példája annak, hogy miről szól a pénz. Itt megint erről sokszor beszéltünk, Bogár Laci, a birodalmi szakértő, hogy ugye egymás után jöttek föl úgy nagyjából 100 évenként a birodalmak. Először a portugálok, hát tengerész Hernik azt mondta, hogy hát jó lenne egy kicsit uszkálni a hajókkal jobbra-balra, portugálok, ugye. Aztán jöttek a spanyolok, aztán belerántottak a franciák, és az angolok is kezdtek föl jönni. De a lényeg, hogy mindig az a világpénz, aki éppen uralkodó. Tehát annak a nemzeti valutája egyúttal a globális, a világpénz. Az fogadja el általában persze mindenki, aki adott esetben... Ami mögött megint a hit és bizalom húzódik. Hit és bizalom húzódik, és gyakorlatilag amögé sorakoznak be. Hát, de vegyük Angliát, várjunk. Nagyon érdekes. Ugye Angliában az történt, erről nem sok krónika van, de a tényekkel az... azt igazolják, hogy az angol hajóadat rendesen elkendik a franciák, megsemmisült. És a király fű a jó életben, így nem lehet semmit a tengereken előadni, de nincs lóvé. És hát oda fordult befektetőkhöz, ugye. Nemzetközi befektetői közönséghez, azt hiszem akkor, hogy a közönség körülbelül ért, hogy miről van szó, és 1,2 millió font, az ugye 45 deka, a font az azt jelenti, hogy ezüst, akkor nyilván ezüstöt jelent, annyit tarháltak össze, ezt összedobták. Csak azért olyan elbetű alakú, mert a livre az ugye a francia, illetve latin, tehát az a fél kiló volt, fél csak kiló a francia. Fél kiló körüli valami, és akkor hát azért ezek a nemzetközi befektetők valamit kértek nagy szerényen. Azt kérték, hogy kedves, drága, jó angol király, mi ezt neked oda letesszük? Te viszont méltóztatsz mindenkit kitúrni abból a pozícióból, hogy papírosokat bocsáthasson ki
arany meg ezüst helyett, magyarán bankókat dobhassuk. Ezt a jogot kapták, meg méltóztatsz, miután szeretnénk a te körmödre is nézni, hogy itt elverd az ország pénzét, nálunk vezetni a királyság hatalomnak a számláját. Ugye? Így jött létre a 17. században a Bank of England. A körülöttes eseményeket pontosan tudjuk, ugye elkezdődött az ipari forradalom, szövőszék, később gőzgép, meg ez, meg az, meg amaz, valamint az angoloknak a tengereken történő nyomulása, az első amerikai gyarmatok megszerzése, és így tovább. Igen, tehát egy pillanatra még Angliánál maradva, megint egy kicsit irodalmat ide rángatva. Ugye nyilván nem véletlen az, hogy Madács az ember tragédiájában. Ugye szegénykém, ő is zseni volt, és... Hát csak vidéki zseni, sajnos. És meg volt... Meg ugye, volt egy felesége neki. Ja, hát azt igen. El kell bújni. Nem volt szerencséje vele. Nem nagyon. No, de ugye benne még a körülmények folytán élt egy illúzió a francia forradalomról, és az egész, és a felvilágosodásról, és az egész tragédia egyetlen, ha úgy tetszik, valamennyire is pozitív, kicsengésű színe, ugye ez az álom az álomban, nem véletlen, hogy nem is igazi szín, hanem a prágai színben álmodja Kepler a francia forradalmat, és ezt követi ugye London. A londoni szín, ami a végromlás előszobája, a falangszter előszobája. Igen, mert amikor minden tönkre mentek a dolgok Londonba. Mikor az emberi persze értékek megszűnnek, a minden eladó, a minden eladó világa, egy haláltánc, hát ne felejtsük, hogy az egész londoni színnek a csúcspontja egy haláltánc, mikor a piacon mindenki beleúlik a semmibe, és egyetlen... Bocsánat, csak egyetlen adat. 8. Henriktől a 19. század elejéig, mert ugye Madács azt ábrázolja, tehát 250 év telik el, és ez a modernitás 250 éve, a születéskor várható élettartam ebben az időszakban nem nő, ha nem mint csökken a modernitás hívei, hanem körülbelül 10 évvel csökken Angliába, csak hogy tudjuk, világos, hogy is indult neki a... Hát Twist Olivért kell olvasni, Dickens mestert kell olvasni, hogy világos legyen, hogy nézett ki a kor Angliája. És ugye haláltánc, amiből egyedül Éva a nő, aki ki tud emelkedni, mint utolsó mencsvár és reménység, de ez az irodalom része. Ami a pénzzel összefügg, nyilvánvaló, hogy Madács, a vidéki zseni, nem véletlenül Londont szemelte ki. Hát akkor azóta... Na, szerintem vágtassunk, gyerekek, mert a végére a, hogy mondjam, a keményebb részeket is bekozni. Franciaország, Napóleon, háborúzik. Ahhoz meg pénz kell, sok. Hát ugye a Rothschildok nagyon drágán adták volna neki, azt mondta, a jó életben a Rothschildoknak. Vannak itt régi jó hugenották, akiket sikerült elüldözni, és fejezve laknak, van pénzük bőven. Ők megalapították a Banque de France-t. Még nem volt császár Napóleon, ugye? Először Párizs környéki bank egy kibocsátása, majd folyamatosan elfoglalták az országot. Megint ugrok egyet, mert ugye ebből világos. Németország. Bocsánat, aki nagy hódító akart lenni, ebből is az zajlik, aztán majd Hitlerhez is odaérünk, az mindig megpróbálja, legalábbis többnyire sikertelenül, Napóleon is összességében, de szóval kísérletet tett, de belebukott, tehát azért, és Hitler is kísérletet tett, és bele is bukott. Nem, abba bukik bele valaki, hogyha a meglévő pénzhatalmi rendszerrel, globális pénzhatalmi rendszerrel szemben tartósan akarja magához ragadni a pénzkibocsátás jogát, és ez azért egy nagyon lényeges mozdanata. Akkor nézzünk Germániát, Németország, hát ez aztán tipikusan birodalmi történet, ugye a porosz csapat nő, mint a gomba. Hát az elején nem is látszik, a lengyel királyság alatt ott cambognak valahogy, aztán csak kinőnek onnét, majd Mária Terézia idején már izmosak, ugye ott az örökösödési háborúban, majd 1871-ben, lólépésekben megyek, nem, 1871-ben tönkreverik a franciát, harmadik Napóleont foglyul ejtik, kikiáltják a német birodalom, a kettes számú birodalmat, és
Hát egészen véletlenül megint szükségét érzik, hogy a pénzre ráüljenek, létrehozzák a Birodalmi Központi Bankot. Nem volt olyan egyszerű, mert a déliek azok bakafántoskodtak, a bajorok, a Baden-Württembergiek, a szászok, ott még hosszú ideig, de ott is gyakorlatilag a pénzt kéz, és akkor térjünk rá mindjárt Hitlerre. Hitlernél ugye hát iszonyú pénzeket kellett fizetni, vagy kellett volna hadisarcnak. Hát olyanokat mondtak, hogy 100 milliárd dollár, akkor a német GDP kb. 12 annyit kellett volna. Aztán 30-a is beérték volna, hát a németek nem tudtak, meg főként nem is akartak fizetni. Franciák elrámoltak mindent, amit el lehetett, ugye elfoglalták ott a Szárvidéket, Rúrvidéket, mindent. Tehát úgy kellett volna a németeknek teljesíteni, hogy mindent elvettek mindent tőlük, amelynek segít, teljesítettek volna ők, csak mindent elvettek hát, tőlük. Biztos, hogy annyira akartak. Nem biztos, mert ugye hát egyébként is hát 6 millió munkát. Hát de ha akartak volna, akkor hát se tudtak akkor, volna. Akkor se tudtak volna. Pontosan tudjuk ebből is, nem csak a trianoni békéről, hát, hanem ebből is tudjuk, hogy a II. Világháború legnagyobb felelőse és legnagyobb gazembere az nem Adolf Hitler, hanem azok, akik összerakták az első világháború utáni békerendszert. Ezt egyébként Keynes, aki fiatal ember volt, és körülbelül osztályvezető szintű, ott őrjöngött, amikor megtudta, hogy mi a szerződés lényege, és azt mondta, hogy ebből olyan világégés lesz, mint a vihar. Ha lett volna egy igazi Nürnberg, akkor azok ültek volna a változatokra. Nézzük, mit csináltak a Hitler. Ugye talált egy kiváló bankelnököt, egyébként egy fríz volt, nem is német. Ott vannak azok a kis szigetek, és ez a jó ember azt mondja, hogy kell nekünk itt nemzetközi pénzt beengedni, meg itt. Tehát nagyjából olyan a logika, mint Napóleon, túl drága, meg egyéb. Tudunk mi magunk pénzt csinálni. Ugye a Reichsbank következőt mondta, az állam rendel mindenféle akármit, autópályát, ilyen fegyvergyárt, olyan két nagy céget csináltak, ilyen kamu nevekkel, azokat teletömték megbízással, állami megbízással, a bankrendszer előfinanszírozta ezeket, a mérnök megállapította, hogy ez oké, okay, és akkor azokat a váltokat a Reichsbank befogadta és kifizette, ez volt az egyik, de nemzetközi kapcsolatokkal hogy leszünk meg? Bocsánat, társadalom stratégiailag ebben az volt benne, hogy a német népben óriási tehetség és alkotókészség feszül. Másként és mi szívesen megfinanszírozzuk, volna. Illetve biztonságosan finanszírozzuk meg, mert tudjuk, hogy ha a pénz, mint kenőanyag, mint közvetítő bekerül ebbe a rendszerbe, akkor ez a látens teljesítmény, ami eddig nem tudott a felszínre jönni, most majd a felszínre jön. Ez volt az és alap. Surprise, surprise, felszínre is jött. De ráadásul úgy, hogy nem is volt szüksége nagyon a nemzetközi közreműködésre, mert mindazok az országokat, akit a nagy nemzetközi tők elhanyagolgatott, ezzel hazánk is bent volt, meg egyebek, velük a németek kötöttek szerződést, gyerekek, beszállíthatok nekünk ezt, azt, tamaszt, faszahuk, mindent, élelmiszert, nyersanyagot, energiát, mi fizetünk birodalmi márkával, ti meg azt vesztek itt, amit akartok. Puff, ki volt zárva a dollár, meg mindenféle pénz. De ettől aztán nagy harag kerekedett, ugye? Azt mondanom se kell. USA. Na ez a legérdekesebb történet, Bogár Laci, nem? Hát azt hiszem, hogy az, hogy az Egyesült Államokban egy abszolút, hát ha szabad ezt a mosdatlan kifejezést használni, pénzügyi kupolda volt hosszú ideig. Tehát bankok jöttek, mentek, buktak, keletkeztek, próbálkozások. Állandó harcba volt, mindig rájöttek, hogy valami központba kéne ezt az egészet intézni. Csak nem azért tudták... már az elején felismerték, mert Alexander Hamilton például, ugye az alapító atyák egyike, nagyon világosan leírta, hogy hogyan kellene saját pénzt teremteni, csak hát, voltak, akik opponálták ezt. Pillanat, akkor a két vonulat volt. Az egyik, mint ő, meg még páran azt mondták, hogy hát itt az államnak kéne valamit csinálni. A másik azt mondta, nem túl jó ez az államnak? Nem kéne ezt kimaszekizálni? Ez a küzdelem állandóan folyt, folyamatosan. És folyik a mai napig. És a mai napig folyik. Végül a meccs úgy dőlt el, és akkor megint lépünk, hogy na most, és ez nagyon lényeges. 1913, nem 14, meg nem is előtte 10 éve, meg nem is utána. Hozzák létre azt a bankrendszert, amit úgy hívunk, hogy szövetségi tartalékrendszer, Federal Reserve System. Magántulajdonos bankok hoznak létre
közös joint venture bankokat, 12-t, és az egy bagázsba összeáll, tetején van egy igazgatóság, és hogy mégis legyen egy kis állami színezete az egésznek, egy kis állami flavor szag, akkor az amerikai elnöknek meg a szenátusnak van annyi joga, hogy ezeknek az elnökét, a boardnak, azok közül, akik ott bent csücsörésznek, nem kívülről, bocs, nem, egyet kijelölhet és megválaszthatja a Fed Reserve Bank elnökét. Magyarán az amerikai államnak a Fed Reserve-höz annyi köze van, hogy ezt nem is hasonlat. Tehát demokratikusan választhatja talán... az amerikai állam ugyanazt, vagy ugyanazt. Tehát hasonlatban nem is önteném ezt. Nos, legutóbbi példa, és mi tényleg lógrásba tudunk haladni, csak legutóbb ugye a kongresszus valtatja a Fed Reserve-ot a 2008-as bálhék miatt. Kiderülnek olyan dolgok, hogy 1000 milliárd, nem kis, nem tévedés, nem 100, nem 10, 1000 milliárd dolláros nagyságrendben külföldi szubjektumoknak toltak oda pénzeket. Még csak azt se lehet tudni, hogy hitel, vagy mi a túró, egy semmit. És akkor kérdezik a kongresszusi képviselők, van egy pár, szenátor is meg képviselő, aki jó tud kérdezni, hogy akkor erről méltóztassak már beszámolni, hogy ez hogy meg. Azt mondják, ez banktitok. Tehát azt mondja, a kongresszusi képviselő, bocs, a dollár a mi pénzünk, amelyiket, igen. És mi, mint kongresszusi képviselőnknek, fokhagymás az orrunk az ügyben, hogy ezt mire használják, na ez érdekes. Erre azt mondja a Fed Reserve-os, még az előző, a Bernanke, ugye úgy hívták, hát minket erre a törvény fölhatalmazott, és valóban azt tette. 1913-ban, később megerősítő módon ezt tette, hogy fokhagymás az Egyesült Államok kormányzata, meg egyáltalán kongresszus az ügyben, hogy a Fed Reserve mit... Na itt jutunk el arra a hatalmi magaslatra, ami korábban egyébként Angliában volt, ugrálok itt jobbra-balra. Ez viszont csak, hogy világos, ez azt jelenti praktikusan, hogy akkor 1913 óta minimum az Egyesült Államok elnöke függ a Fed Reserve elnökétől, és sohasem fordítva, ha jól sejtünk. Hát finoman fogalmaz. És ha valaki ez ellen megpróbál tenni valamit, akkor mondjuk az elnök szokott. Na most, akik akkor azt többnyire lelődik. Tehát az Egyesült Államok sikeres merénylet kísérletei elnökök ellen, nem kísérletek, amik halála jártak. Ott mindig a pénz szóba jött. Franklin, ő hát kölcsönkért 30%-ra adtak volna, szóval büdös életben. Kibocsátott az úgynevezett zöld hátúakat, greenback, azt mondta, tehát a treasury, azaz a kincstár is tud kibocsátani, ki is bocsátottak 400 millió dolcsit. Finanszírozta a hadsereget, mert ugye észak és dél ottan püfölték egymást. Hát valahogy ott a színházban egy golyóval szembe találta magát. Kennedy. Csak a kettőt említek, volt egy Garfield, meg még volt valaki. Kennedy meg azt találta föl, fölélesztett egy korábbi szabályt, amely szerint a treasury fel van jogosítva arra, hogy színezüstér, meghatározott finomsága ezüstér, olyan forgalomképes jegyeket, hát bankjegyeket, vagy jegyeket, hát forgalomképes pénzt bocsásson ki. Na kérem, ezt a rendeletet hozta júliusba, novemberbe. Halott volt. Hát jobbró-balró meg volt puskázva, ugye? Na most, kérdésem. Tehát itt a hatalom elég erős. Laci. Na és akkor már nem is csak nemzeti hatalomról szólunk. És akkor Laci egy kis, egy kicsi nótára gyújtsa. Te azt mondtad, ugyebár, hogy az egész pénznek onnantól fogva van értelme, hogy ott áll mögötte az össztársadalmi hit, hogy ez ér valamit. Most maradva az Egyesült Államoknál, és egy pillanatra ideugorva a mába. Az Egyesült Államok államadóssága ma felfoghatatlan. És ez semmi másról nem szól, ami mindenki másnak a világon... A tízes hatványaival fejezhető ki. Igen, majd mindjárt megnézzük, hogy mennyi. És ami mindenkinek az egész világon szigorúan tilos, a demokrácia fejvesztésének terhe mellett, hogy az államadósságot azt a jegybank bankjegy nyomással fedezze. Ez egyetlen egy helyen van megengedve. Hát a mindenkori világbirodalom. Igen, az Egyesült Államok. Ami most az ahol Egyesült Államok. A
jegybankként működő magánbank számolatlanul nyomja a dollárt, ami, lássuk be, innentől kezdve egy nagy kalap szart ér. Ehhez képest még mindig ott van mögötte ez a hit, hiszen még mindig jószerével világpénzként funkcionál. Miért? Hol a titok? Erre nagyon jó példa, hogy amikor ugye kitör ez a 2008-9-es, sőt, hát már 2007-ben elkezdődött, és az amerikai ingatlanpiaci buborékkal kell. Az volt a kiváltó oka, de hát nyilván mögötte az egész globális hatalmi rendszer belső feszültségei húzódtak meg. Akkor volt egy pillanat, amikor a Standard & Poor's, ugye a legtekintélyesebb hitelminősítő intézet először a történelemben az amerikai államot egy kicsit leminősítette. Jó, ez azt jelenti, hogy továbbra is 3A, csak egy picit levett belőle az hát első a kilátásokat egy rontotta. Tehát egészen minimális. Bajcát egy kicsit a harcsának megfiskálta. Ami ugye azt jelenti, hogy finom jelzést adott arra nézvést, hogy az amerikai állam hát már nem egészen olyan, mint amilyen régen. A csoda volt. Tehát, az, hogy ezek a palik hogy még élnek. Hogy a hit egy picit megre... Igen, de nagyon különös, hogy erre a világ reakciója az volt, hogy a dollár hatalmas mértékben erősödött. Tehát szóval ez megint Hamlet monológia. Hagyd dobjak ide be egy ilyen közszemarhaságot. Olyan a dollár, mint a foci. Ha szereted, miért rugdosod? Ha nem szereted, mi a francért futkorászol utána? Én azt hiszem, tegyük fel a külföldi hitelezők itt sorozatát. Vannak, itt persze. Van, látható. Ernő még nem látható, csak de itt nálunk igen. Hamletre visszatérve, majd mindjárt látjuk, igen, hogy inkább tűrni a jelen gonoszt, mint ismeretlenek felé. Na most én látjuk, hogy hát tulajdonképp Ázsia a külföldi hitelezők, abban 20 ezer milliárdban, 1200 körülbelül a Kína, meg 1200 Japán. Kiemelném az óriás Luxemburgot emberek. Hát van ott 500 ezer ember, 185 milliárd dollárt be tudtak pakolni az Egyesült Államok. Az oroszok még azok is 50-60-at oda tettek. Hát de mondjuk Írországot is hozzátehetnénk. Igen. Meg még de akkor mondjuk, mert ugye mondtuk, hogy a Fed Reserve is beszáll ebbe. Az ugyan nincs meg táblában, de bemondom, 3000 milliárd körülbelül az, amit államadósságból a Fed Reserve a 20 ezer milliárdból fölnyalt. Végső soron az, amire az államadósság finanszírozásában legnagyobb szükség van, hogy a hazai maszekok, ugye, mert mi most szépen emeljük ennek az arányát, hogy a nép finanszírozza ők is államát, hát az elenyészően csekély Amerikába. Elenyészően. Még egy pillanatra visszatérve, ugye az elmúlt évek során többször említettük, hogy az Amerikáról zajló diskurzus nehézségét az okozza, hogy azt gondoljuk, hogy Amerika az egyszerűen Amerika, pedig Amerika alapvetően hatalmi szempontból kettős szerkezetű, tehát van ebből egy birodalmi Amerika. Ebből a központi banki megoldásban látható. Igen, csak az a gond, így van, tehát itt is kiderül az, hogy a nemzetállam, viszont költségvetés csak egy van, itt a dolog lényege, és ez az államadóság, ez értelemszerűen csak a nemzetállam Amerika államadósága tud lenni, hiszen formálisan csak nemzetállamként létezik Amerika, nincs olyan hivatalosan cégként kiírva, hogy ez az amerikai birodalom. Tehát az amerikai birodalom a struktúra mögé bújik, és a saját szükségleteit, ami elsősorban hadászati és pénzhatalmi szükséglet, hiszen a világ uralásához alapvetően erre a két pillérre van szükség, ez tartja meg a birodalmat, és ennek minden költségét viszont a nemzetállamra hárítja át, tehát azok az iszonyatos feszültségek, láttuk itt azokat, hogy az amerikai középosztály életszínvonala nagyjából a 70-es évek óta stagnál, és azok az iszonyú feszültségek vezettek végül is Donald Trump megválasztásához, és az elmúlt egy év során ezek a feszültségek még mindig csak igen kis részben tudtak a felszínre jutni, tehát láthatólag rendkívül nehéz helyzetben van az elnök, mindent meg is tesz a birodalom Amerika, hogy a legcsekélyebb mértékben sem sikerülhessen neki az az átalakítási folyamat, amire vállalkozott. Tehát a problémát az okozza, már is befejezem, hogy ez az államadóság, ez formálisan az amerikai nemzetállam adósága, tehát neki kell nyögni ennek a terheit értelemszerűen, és ez még csak most fog igazán rászakadni a nemzetállam Amerikára. Már kóstolót eddig is kapott belőle, de az igazi nehézségek ezután jönnek. Viszont
a birodalmi Amerika továbbra is úgy tesz, minthogyha ő nem is létezne, hát nyilván mindent igyekszik, illetve szerényen hogy nyugodtan torbézolhat, tehát mind a hadászati kiadások, mind a katonai kiadásokban, mind pedig a pénzhatalmi elit kiadásaiban korlátlanul fokozhatja ezt az adósságot, aminek következményeit aztán a nemzetállam Amerikára, ahogy Joseph Stiglitz, ugye Nobel-díjas amerikai közgazdász mondta, hogy úgy látszik ez a globális kapitalizmus természete, hogy ami veszteség az a tiétek, tehát azt államosítja, ami pedig nyereség az értelemszerűen az enyém, azt viszont azért, magánosítja. Azért ugye az a helyzet, hogy két irányú törekvéssel vagyunk itt. Egyrészt Trump nemzetállami Amerikát szeretne csinálni, másrészt a másik csapat, ha Amerikában ezt pártosítjuk, akkor nagyjából a demokrata pártban van az a másik csapat, Hillary Clinton meg ezek Clintonék a tetején, azok szerették volna a teherviselő bázist, és nagy lépéseket haladtak a kiterjesztésre. A TTIP erről szólt, hogy egy nagyobb régióból kaszáljunk befele lóvét. Arról szólt tulajdonképp az euró domestikálása is. Most az euró, most már akárhogy is nézzük, 2008 óta egy dollárnak alárendelt lóvé. Mert amikor a nagy balhé kitört, az Európában székelő bankok, akinek jó Isten tudja, hogy ki a tulajdonosa, mi azért a bogára sejtjük, német bank, például Deutsche Bank, meg Royal Bank of Scotland, erről nem beszéltek a kongresszusban, 1000 milliárdos dózist kaptak, nem az Európai Központi Banktól, barátai, hanem a Fed Reserve-től. Akkor tehát ki a góri? Mindezt azért, hogy nehogy elfeküdjenek, és miután ezeket menteni kellett, ezeket a bankokat, az országok zsebbe nyúltak, és kiterhelték a saját népükre. Tehát a birodalom is megtette itt a magáit, csak van most egy kis döcögő. Amerikában egy nagy döc van, hát és Európában, ugye a mutkó beszéltünk róla, az se éppen leányállam. Mi van akkor, kérdezem tanult barátaimat, hogyha Kína egy hétfő reggel úgy ébredt föl, hogy nem csinálja tovább, nem finanszírozza tovább az Egyesült Államokat, hanem inkább benyújtja a számlát. Felélet, tehát Kína már fölébredt. Oké, de mi? Akkor mi fog történni? Na most azt se lehet egyszerre megcsinálni. Kína már felébredt, de miután rés a szemük, tehát nem annyira ébredt föl, hogy abból túl nagy baj legyen neki. Tehát mikor mind konfliktust csinálok, akkor azzal is számolnom kell, hogy akinek oda nyomok egyet, az visszanyom egyet. Tehát Kína egyrészt próbálja a pénzét amerikai reál vagyonokba belőlni, másrészt a világba szélesíti ki az elérhetőségeit, hát itt például a sejemút kiépítése. Múltkor beszéltünk, hogy hány projektet finanszírozott. Tehát lassan építgeti le ezt a hatalmas amerikai pénzhegyet. Építgeti le, nem is nagyon tetszik ez sem az Egyesült Államoknak, sem az európai hatalmaknak. Tehát Kína már végzi a házi feladatát, csak nem olyan robosztusan, mert megtehetné, hogy akkor hirtelen a piacra zúdít, nem tudom én mennyi amerikai ki, de tehát akkor saját magával tol ki, mert az árfolyam annyira elromlik, hogy ő veszít a végén. Ami az utóbbi években zajlik, erről is többször beszéltünk, az valójában nem más, mint az amerikai birodalom világméretű küzdelme az eurázsiai együttműködési rendszer ellen. Így van. Tehát Európa, Oroszország és Kína stratégiai együttműködését kell, és logikailag ez abszolút belátható az amerikai birodalomnak megakadályozni. Úgy, hogy egyenként is destabilizálja őket, Európát most leginkább nyilván a migrációval, Oroszországot a csinált ukrán polgárháborúval, Kínát meg óvatosabban, tehát Kínát azért általában nem, tehát az arra valószínű nem nagyon merne kísérletet tenni, hogy ez mondjuk olyan, mint a sindisztó meg a róka esete, persze, kicsit nagyon óvatosabb. Az utolsó kísérlet, az 89 a Tiananmen tér, ami egyértelműen csinált forradalom volt, csak egy kicsit nagyobb léptékben, ez a Majdan előképe volt valamilyen értelemben. Azóta nyilván tartózkodnak ettől, mert pontosan tudják, hogy Kína kezében azért már van akkora stokk azokból az eszközökből, amelyek Amerikát is iszonyatosan felsérthetik már, mint az amerikai birodalmat. Tehát pontosan úgy van, ahogy az Imre mondja, hogy ez akár szerencsés fejlemény is lehet, hogy rókafogta csuka a helyzetben van most már a két birodalom, tehát az amerikai birodalom meg a kínai birodalom, és ez
egy szerencsés forgatókönyv mellett azt is jelenthetni, így van, valami, hogy valójában, ha a hatodik birodalom, mert ugye portugál, spanyol, holland, francia, angol, amerikai, hat birodalom, és a hetedik birodalom, ha nem is feltétlenül Kína lesz, mert számos jel utal arra, hogy Kína azért nem tud hetedik világbirodalom lenni, de egy olyan egyességrendszer jön létre, ami egy további 100 évre, mert ugye ezek a birodalmak általában 100 évig tartottak, azért a világot mégis inkább vagy 100 éves háború jön. Ennek az lehet az alternatívája. Meg is fölült a római birodalomban, találva voltak társcsászárok. Gyerekek, térjünk vissza az első világháború, mert rendkívül fontos, főként a mi sorsunkat illetően. Az Egyesült Államok akkor még, ugye dollár 13-ba beiktatják. A háború óriási pénzügyi fordulatot hozott létre. Az addig hitelezett pozícióban lévő Egyesült Államok szinte mindenkit hitelezni kezdett, mindenki neki lógott, ugye? Tehát az első világháború ültette az Egyesült Államokat abba a pénzügyi trónba, pontosabban a világbirodalom ült hát át Angliából az Egyesült Államokat. Jó mondom? Arra a lóra, és ezért kellett a Fedet létrehozni 13-ban, vagy a 14-ben kirobbantandó világkonfliktus, minden létező haszna az egy jól meghatározott intézmény. Plusz még egy, figyeljük, mi volt az első világháborúnak az egyik legfontosabb üzenete? A monarchiákat fenékbe billenteni. Yeah. És ez nagy sikerre járt. Az oroszok önként ment, az orosz cár önként ment ebbe a csapdába, végül le is lőtték szépen. De azért kellett szétrobbantani ezeket a tradicionális birodalmakat, mert a globális tőke kevésbé tudott behatolni. Nem, hát ott még gyakorlatilag az uralkodó képviselt hatalmat, Laci. Hát akár csak a föld, gondoljatok a termőföld forgalom képességére. Hát értelemszerűen, amíg tradicionális monarchiák vannak, azért az a termőföldet egészen másfajta jogrendszer védi, mint egy szabad országban. Most vágom ide az ukrán helyzetet. Mi az, amit most volt ott az IMF Világbank, azt itt zsűrizték Ukrajna őket. Csak a Csernozó miatt ide, érdekes, de várjál, mi a legfontosabb reform kérdés Ukrajnában ma? Ja. Hogy a földtörvényt fogadják el. Magyarán szabadítsák fel a földet külföldi befektetőknek. 1848-ban is ez volt. Na most a monarchiákban ez kézbe volt tartva. Oroszországban is ameddig, Németországban is ameddig, és Magyarországon is. 4 perc maradt, és szeretnék ide és ugrani. És sok minden kimaradt, de hát azért ezt a szamaszt sikerült. Szeretnék utolsó 4 percre a mába ugrani, és vissza Magyarországra. Ugye az elején úgy fogalmazott a Laci, hogy birodalmak és uralkodók mindig kísérletet tesznek arra, hogy a pénz kibocsájtási jogát magukhoz ragadják, és ebbe többnyire belebuknak. Nem abba, az először megcsinálják, majd valaki hátulról... Hát az a valaki. Hát ebben belebuknak. Így van. Pont. Mert van egy világstruktúra, hát így van, nem annyira pontosan tetszik. Magyarország nem birodalom, uralkodó és király sincsen. Ellenben van egy magyar miniszterelnök, aki nem a pénz kibocsátás jó, ugyan kérem. Mindössze egy kis saját kamatpolitikát visz 8 éve, amely meglehetősen sikeres, bár 8 éve minden évben meg van jósolva, hogy ez most ez így folytathatatlan, és jön az összeomlás, de eleddig nem jött el. Ez azt jelenti, hogy bár a folyamat, amiben ezt kiharcolta magának 11-12-ben, azért az... Nem volt egyszer. Emlékszünk azokra a kis békemenetekre, kellett hozzá dolgokra. Egy-két dolog. Magyarán, akkor most már immár 2,5 percben. Ajaj. Jelentheti-e ez a példa azt, hogy azért van mégiscsak némi mozgástér? Hát aki akar, talál. Kérdés, hogy mennyire mindig nagy az étvágya. A mi étvágyunk nem terjed ki birodalom szervezésre, de arra mindenképpen, hogy ezt a kis csonkaországot magunknak megőrizzük, itt bizonyos jólétet teremtsünk, egy-kettő, és a világ magyarságát határon túl, meg szerte a világon összefogjuk. Ennek a célnak az érdekében van rendelve az, hogy a saját nemzeti valutát kvázi a helyére raktuk. Ez nem jelenti azt, hogy itt nincsen nemzetközi pénzügyi befolyás meg tőke, dehogy nincs. De bocsánatot kérek, 100%-os a befolyás, vagy csak 60,
az nagyon nagy különbség. Őrületesen nagy különbség, mert ha pénzteremtési oldalról nézzük a dolgokat, akkor a Magyarországon teremtett forint volumenek egy jelentős része még mindig kívülről indukálódik, nem a Nemzeti Bankban. De az a kis sáv, amit sikerült a Nemzeti Banknak a nulláról szépen föltornászni, hát kérem, milyen eredményeket hozott. Most sírjunk, vagy röhögjünk, vagy örüljünk. Ne legyen semmi illúziónk Orbán Viktor és Matolcsy György elleni iszonyatos rágalomhadjárat, ami ugye legutóbb ahhoz az abszurditáshoz vezetett, hogy már Ceausescuhoz, meg Heller Ágnes Hitlerhez egyenesen hasonlítja Orbán Viktort, az valójában ennek a következménye. Tehát ez egy állandó surlódás, de konfliktusok nélkül értelemszerűen semmiből semmi nem lesz. Valami csak valami, ex nihilo nihil fit, valami csak valamiből lesz, és ez a valami csak azoknak az országoknak adatik meg, amelyeknek helyén van a szíve is, az esze, a magyar népesség fordulatával. Tehát tudása és bátorsága van a cselekvéshez. És van hozzá bizonyos helyzet is, és azt mondanám, nekünk az a helyzet, hogy az egész világ átalakulóban van, az egyfajta adottság ez ügyben. Mi vagyunk kovászai ennek az átalakulásnak. Kovászból nem kell sok, mert aztán nagyon sok, akkor a kenyér is elromlik. Ugye? De mégis döntő. De mégis döntő. Köszönöm szépen. Jó volt a kovász végszó. Önöknek köszönjük a megtisztelő figyelmet. Jövő héten a szokott időben találkozunk. A viszontlátásra.